Lakásné Pap Erzsébet a Büki Evangélikus Gyülekezet világi vezetője. Golfklubot vezet, gyerekeknek hittan tanít. Pár évvel ezelőtt súlyos betegség torpantotta meg őt, és úgy döntött, hogy valóra váltja régi álmát. Elvégzi az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakát. Tulajdonképpen a golf az mit ad így az embereknek, akik ezt művelik? A természetben van fönn az ember, sportol, saját magát kell úgymond legyőzni, tehát a pálya ellen, és kitartásra készített, tehát soha fel nem adni. Fejben ki kell kapcsolni, tehát akkor jó egy játék. Tehát például én azt szerettem, amikor kint voltam és golfoztam, hogy az ember annyira ki tud kapcsolni, és ezáltal, hogy szinte az agya úgymond kiüresedik, és csak arra koncentrál, hogy a labda oda kerüljön, ahova szeretné, ez úgy pihentet. Hogyan lehet ebben fejlődni, vagy egyre jobb lenni? Mindenképp a gyakorlás a titka, mint ahogy több sportágnak is. Minél többet kell ütni a labdát, kint lenni a gyakorló pályán, soha fel nem adni, és a legfontosabb az, hogy az első kudarcok után sem lehet azt mondani, vagy hát nem szabad azt mondani, hogy na, akkor itt most vége, és akkor többet soha. Hogy vigye előre az embert a lendület, a tenni akarás, az, hogy ő szeretne azért tenni, hogy jobb legyen az eredménye. Hogy putter, ez az ütő, igazából ahhoz kell, hogy befejezzük a játékot. Tehát ez az utolsó ütő, amit használunk a játék során. Egyszerű, nagyon egyszerű, hogy megfogjuk, csak lazán így, és a másik kézzel pedig rá kell fogni. Jó? A beállás az annyi, hogy egy laza terpesz, és körülbelül így ahol a két lábat között lévő részen le kell tenni, csak így. Egyszerűen így, és a labda, amikor majd ott lesz, akkor kell a labdát elgurítani. Így van, megpöccinteni vele. Az ütőt az úgy kell fogni, hát azt szoktuk mondani, hogy mind a harangnak a nyelve. Tehát, hogy a két kar összezár az ütőnél, és ez a az ütőnek a nyele a meghosszabbítása igazából a karoknak, és akkor utána pedig a labda akkor már gurulhat is. Na jó, de te mutasd meg elő. Most fúj a szél. Igen, fúj a szél, úgyhogy ez most ilyen. Próbáld meg te is. Golfbírónak is tanulsz. Mi a feladata egy bírónak? Még nem szereztem meg a golfbírói képesítést, ez még folyamatban van. Golfbíró segíti a golfozónak a játékát, úgymond abból a szempontból, ha például kérdése van egy játék közben egy olyan helyzetben, amit nem tud megoldani, hogy ott milyen golfszabály van érvényben, mit lehet ott tenni, amikor egy olyan eset van például, hogy bizonytalan a golfjátékos abban, hogy hogyan tudja folytatni attól a ponttól a játékot tovább, akkor ilyenkor hívhat egy golfbírót, és akkor ő segít neki abba, hogy akkor most mit kell tenni, mi a feladat, hogyan tovább, milyen megoldások vannak. A Magyar Golfszövetségnek az elnökségének vagyok a tagja. Igazából a Golfszövetség felel azért, hogy a magyarországi golfsport olyan keretek között valósuljon meg és kerüljön kialakításra, ami minden szabálynak megfelel, illetve segíti a klubokat, a golfozókat, a játékosoknak az amatőr státuszának a nyilvántartását és fontosabb feladatokat is. Nagyon jó visszagondolni így a gyerekéveimre, amit Celldömölkön töltöttem. Az általános iskolában, gimnáziumban oda jártam. Család tekintetében kaptunk egy olyan erős
indítatást, egy indulást, egy olyan fix pontot, ami most már így felnőttként is fontos számomra, és próbálom azokat az értékeket megteremteni így az én családomon belül most, amit gyerekként én kaptam. És a hitbeli indítatásod is onnan jön a szülői házból? Igen, édesanyám még evangélikus család voltak, ugye az alsósági evangélikus gyülekezethez tartoztunk, és miután Celldömölökre költöztünk, igazából akkor lettünk egy ilyen kétlaki gyülekezetben élők, de a fontosabb családi eseményeinket, illetve az olyan fordulópontjait az életünknek mindig az alsósági gyülekezetben éltük meg. Nem beszülettem bele, nekem ez volt a természetes, ez volt a közegem. Igazából már gimnazista voltam felsős általános iskolában, amikor ez úgy intenzívebb volt, tehát így gyülekezeti élet tekintetében is, amikor így aktívabb szerepet vállaltam. Tudom, hogy mennyire jellemző az az evangélikus gyülekezetekben, hogy lelkész nő és felügyelő asszony együtt dolgoznak. Ti ezt hogyan élitek meg, ezt a közös munkát? Azért azt így elmondanám, hogy amikor én 17 évvel ezelőtt ide kerültem Bükkre, akkor a gyülekezet úgy szeretett volna lelkészt választani, hogy női lelkésze legyen. Tehát ez már akkor egy talán kivételes igénynek volt mondható. Itt Vas megyében egyébként is sokan vagyunk női lelkészek. És hát voltak idők, amikor férfi felügyelő volt a gyülekezet élén, most éppen női felügyelő. A kettőnk közti munka is valahogy nem is munka, hanem valamilyen szinten egy ilyen alkotás, tehát hogy valamit létrehozunk. Amikor engem felügyelővé választottak, vagy szó volt arról, hogy akkor a gyülekezet felügyelője legyek. Igazából úgy nem is volt kérdés úgy számomra. A mai napig is igazából a közös munkánkat szerintem ez jellemzi. Meg hát legfőképp az, hogy ugye nem csak ketten vagyunk ebbe a munkába, hanem azért többen. Nyilván ketten kevesek lennénk ehhez, úgyhogy így gyülekezeti tagok is és a presbitérium tagjai is részt vesznek, segítve a munkánkat, neked egyáltalán a gyülekezeti életet támogatják. Hogyha egy-egy kérdésben döntünk, akkor nagyon-nagyon sok esetben nem is ketten döntünk, hanem a többiek véleménye is fontos, bevonjuk a többieket, hogy ők hogy látják. Hogyha nem kell éppen presbiteri ülést tartanunk, vagy akár presbiteri megbeszélést, de akkor is egy tágabb körben tervezünk, kiértékelünk, szervezünk. Együtt gondolkodunk, és ez nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy jól tudunk együtt gondolkodni. Egy kreatív munka a miénk igazából, ha egy szóval így még lehetne ezt jellemezni. Illetve valahogy ki is egészítjük egymást. Vannak olyan területek, amelyeken valahogy egyikünk jobban, otthonosabban mozog, mint másikunk. A Szélrózsa megszervezése, illetve tehát, hogy otthont adhatott a város, a gyülekezet, ez valóban egy nagy feladat, egy nagy munka volt. Emellett még vannak olyan tevékenységek is igazából, amik még így pluszba azért építik meg a gyülekezetet, összetartják, hát feladatot adnak, gondolkodni valót adnak. Most több beruházás, fejlesztés is zajlott így a gyülekezetben. Parókia felújítás, egy teljes új külsőt, belsőt kapott, illetve most a templommal kapcsolatos felújítások is zajlottak, a templomtoronynak a felújítása. Mindig vannak olyan feladatok, meg olyan mérföldkövek, ami köré úgy mind oda tudunk csoportosulni. Ez az év most, mint egy kipihenése talán az elmúlt beruházásos időszaknak, elsősorban az ilyen találkozásokról szól, olyan programokat próbálunk szervezni, amelyek
kapcsán az emberek ismerkedhetnek, együtt lehetnek. Ez így a pandémiát követően egyébként is igény. '93-ban volt egy kitöltött jelentkezési lapom az akkori evangélikus teológiára, és hát végül az idegenforgalom felé fordult az életem. És 2015-16-ban fogalmazódott meg bennem az, hogy szeretnék tanulni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és akkor a katekéta szakot választottam. Azt tudtam így esti rendszerben megoldani, úgyhogy 2017-ben, ahogy elkezdtem a katekéta képzést, azzal párhuzamosan elkezdtem itt dolgozni a Büki általános iskolába. Óraadó hitoktató vagyok, minden hétfőn az első 4 órában tanítom a kis alsósokat. Azzal, hogy én ott 93-ban másképp döntöttem, nem jelentette az, hogy az ember így hátat fordított ennek. Nyilván a kis életemben azért ez mindig jelen volt, tehát nem is volt kérdés. Az, hogy így koncentráltan én akkor megtorpantam, ez igazából egy olyan gondolattól indult, hogy én attól ijedtem meg, hogy mi lesz velem akkor, ha nem lesz olyan erős a hitem, nem fogok úgy hinni a későbbiekben, mint ahogy akkor. És ettől úgy megijedtem, hogy hogyan tudnék úgy kiállni akkor az oltártérbe, hogy más lesz a bennem élő hit. Ez úgy nagyon elbizonytalanított, így akkor azt mondtam, hogy akkor nem merek ennek így nekivágni. Amikor szüleim elhunytak, utána volt egy nehezebb időszak így az életemben, és nem is tudom, tehát nem tudom megmondani, hogy mi volt az a pont, hogy akkor most nekem mennem kell. Akkor én utána néztem igazából ugye az interneten, meg telefonáltam, egyeztettem, hogy mit, hogy lehetne, illetve hát a saját kis életemben hogy tudom ezt úgymond beültetni, hisz 2017-ben azért családdal, gyerekkel, tehát egy kialakult életvitellel azért meghozni egy döntést, nyilván ez egy közös döntésünk is volt, de azért össze kellett a kettőt passzítani, hogy tudjon működni egymás mellett a két dolog. Környezetedben lévők mit szóltak ehhez? Támogattak, és hát igazából nélkülük ezt így nem is tudtam volna megvalósítani, illetve a későbbieket sem, hisz ugye az állandó tanulás, a vizsgai időszakok, tehát állandó elfoglaltság, de mégis úgy szépen úgy beilleszkedett az életünkbe ez a szál is, úgyhogy egy idő után már természetes volt. Tanárként mi az, amit szeretnél átadni a gyerekeknek? Bennem az fogalmazódott meg, hogy én azt szeretném a gyerekeknek mindenképp megtanítani, hogy az Isten szeret bennünket, hogy nekünk jó dolgunk van, és hogy ne legyen számukra Isten egy ilyen távoli, elérhetetlen dolog, hanem ő jelen van az életünkben, és hogy beszélgethetünk vele, hogy imádkozhatunk. És valahogy ez az imádkozásnak a fókusza, hogy meg lehet szólítani Istent, imádságba hozzá tudunk fordulni. Tehát, hogy van egy kis belső kis szobánk, ahol ami a miénk és az övé, ahol ott tudunk lenni, hogy ezt valahogy át tudjam nekik adni. Ez egy érdekes feladat is, és egy nagy kihívás a számomra, mert nincs két egyforma gyerek, tehát hogy mindenkit máshogy tudok megtalálni ezzel a mondandómmal, ezzel a számomra nagyon fontos üzenettel, amit szeretnék nekik átadni.
hogy máshogy kell mindegyik őjükhöz közeledni, és olyan jó, hogy első osztálytól a negyedik osztályig tudom őket így ebben kísérni, és látom a változást is. Mindegyik őjükhöz, mindegyik csoporthoz valahogy más a kulcs, máshogy tudok nyitni, máshogy tudják ők is befogadni, és nekem az fontos, hogy ez ne egy ilyen idegen dolog legyen, hanem szeressék meg, hogy tudják azt, hogy van egy kapaszkodó, van valami támasz, valami sokkal jobb. A gyerekhez való lehajolás az nekem, hogy az őszintükön tudjak tanítani, az fontos. És az, hogyha ez ilyen játékos formában van, ha ez nem egy ilyen szigorú, nagyon szigorúan vett órai keret, akkor másképp hat. Most jó, nyilván nálam is vannak azért olyan órák, amikor, mert hát azért számon kell kérni, meg vissza kell kérdezni, meg osztályozni kell, meg a feladatokat megoldjuk, de ezeket is próbálom színesíteni, hogy mindig valami plusz feladattal, valami olyan lehetőséget vigyünk be, ami a gyerek nyelvén jobban szól. Oktatás mellett ezt a második diplomás lelkészképzést is el szeretnéd végezni, illetve hát elkezdted és folyamatban van. Ebben mi motivált? Egy 30 évvel ezelőtt elkezdődött történet, úgymond, annak a befejezése most, és nekem ez fontos ügy volt mindig is, és az, hogy ezt így folytatom, az igazából én soha nem tudtam megmondani, hogy, tehát most én nem tudom a kérdésre azt mondani, hogy ez azért van, mert itt nekem ekkor és ekkor elhívásom volt, és valamihez tudom napra, dátumra pontosan kötni. Ez egy folyamat volt az életemben, és az, hogy ez a másoddiplomás lelkészképzés elindult, és én ebben felvételt nyerhettem, tehát számomra ez egy olyan lehetőség volt, és maga az, hogy ez most indult el, amikor én a tanulmányaimban ott voltam, ez szerintem, tehát nekem ez ilyen egyértelmű volt, hogy ezt folytatni kell így tovább. Eddig a Bibliát az ember a szívével olvastam, a lelkemmel, tehát most meg itt egy kicsit, hogy az embernek az agya is azért ott van, tehát hogy most tanulok meg olyan dolgokat, amik eddig úgy, tehát nem is gondoltam volna, hogy mennyi minden összefüggés, és ez is egy nagyon, nagyon jó dolog. Ebben most úgy nem is gondolkodtam, hogy pontosan mit és merre, hova, mit szeretnék. Tekintettel az elmúlt 30 évre is én azt hiszem, hogy az Istennek valami terve van, az én életemmel is, még így 30 év után is, és ha ennyi idő után én most itt vagyok, ahol vagyok, én azt gondolom, hogy majd ő meg fogja mutatni azt is, hogy nekem merre kell tovább mennem. Ez 2021-ben történt, kiukadt a gyomrom. Ami igazából úgy történt meg, hogy egyik pillanatra a másikra. Tehát nem voltam úgy beteg, vagy beteges a gyomrommal, nem volt soha probléma. Néha volt olyan, hogy a paradicsomosat nem tudtam megenni, akkor azt abba hagytam, nem fogyasztottam többet, de igazából nem volt az életemben semmi arra utaló jele, hogy most egy ekkora betegség húzódik itt a háttérben. És így egyik pillanatra a másikra, itthon voltunk, vacsoráztunk, és így vacsora után rosszul lettem, mentőt kellett hívni. Kórházba kerültem. Még aznap megműtöttek, és hát műtét után derült ki, hogy mekkora a baj. Ez pont a nyelvi fél évemnek a végén volt, egy héber szigorlat előtt, ami igazából tehát segített abban, hogy
ne tudjak annyira arra fókuszálni, hogy én most kórházban vagyok, mert tudtam, hogy én nem érek rá most betegnek lenni, nekem mennem kell, meg kell csinálnom a szigorlatomat, hogy tudjam folytatni a tanulmányokat. De aztán végül is hát más lett a terv, mert meg egyáltalán az élet, mert még utána kétszer műtöttek, úgyhogy, és hát egy jó fél évbe került az, mire én úgy rendbe jöttem, tehát elkezdtem tudni dolgozni, nem volt egy egyszerű időszak, és ugye mivel kiesett ez a fél év, halasztanom kellett ugye egy évet emiatt a tanulmányaimba is, ez így nehéz volt, és ott igazából elgondolkodtam, hogy, és ebből is fakadt az a kérdés, az a sok-sok kérdés bennem, hogy fogom tudni én ezt megcsinálni, hogy fogom tudni én ezt véghez vinni, hogy tudom befejezni. Így visszagondolva az, hogy én belekerültem ebbe a helyzetbe egy olyan állapothoz közel, ami igazából nem egy egyszerű dolog. Most utólag már nekem ez segítség. Kérdés, az nekem mindig egy ilyen nagyon negatív dolog volt. Én azt valahogy mindig úgy voltam vele, hogy nyilván keresztény reménységgel gondol az ember, meg tekint előre a jövőbe, de valahogy mégis egy ilyen félelemérzet volt bennem, főleg szüleim halála után. És én mikor jelentkeztem a teológiára, elhatároztam, hogy ha lelkész leszek, én majd megbeszélem a püspök úrral, hogy én olyan lelkész lehessek, aki nem fog temetni. Mert hogy a halál, ez nem tudom hova tenni. És igazából ez a betegségben én belekerültem egy olyan állapotba, ahol megtapasztaltam azt, hogy nem kell félni tőle. Tehát, hogy most már igazából nem egy rossz dolog, tehát nem egy olyan helyzet, amitől félni kellene. És most már teljesen másképp, úgymond ebből a helyzetből, ebből a betegségből, ahogy kijöttem, átformált engem is. Tehát bennem is valami mást hozott ki, másképp látok helyzeteket, gondolok helyzetekről. Sokkal kevésbé aggódom, sokkal kevésbé akarok előre én megtervezni, meghatározni bármit is. Valahogy mindig úgy meglátom a rosszba is, vagy egy negatív helyzetbe is azt a pluszt, vagy azt a kis kaput, ami azt mutatja, hogy neked nem arra kell menned, neked már ez az utat, tehát ez az, ami jó lesz. Rohanó világot élünk, hogy annyi mindenbe tényleg így pörgünk, és hogy annyi mindenre nincs időnk, hogy annyira jó, mikor így ezeket úgy észreveszem, és magamon is észreveszem, hogy észreveszem azt, hogy ez az, ami fontos, és nem szabad erre. Tehát az egészben valahogy meg kell látni azt a kis aprót, ami a lelkünkben, meg a szívünkben van. Legutóbb, mikor betudtam a teológiára a beiratkozást el tudtam végezni, tehát be tudtam menni a tanulmányi osztályra. Ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy én most itt vagyok, de hogy ezt hogy fogom tudni végigcsinálni. Hogyan fogom tudni ezt végigvinni? Tudtam azért, hogy mivel jár, meg hát azért volt már mögöttem pár év, amit ott tanulással töltöttem, tehát tisztában voltam azzal, hogy mik az elvárások, meg egyáltalán, hogy mire számíthatok. És ott álltam, és a tanulmányi osztályon, hogy akkor én most beiratkozok, vagy intézem a dokumentációt, és az agyam azon kattogott, hogy tehát ezt hogy fogod tudni megcsinálni. Annyi minden megváltozott. Nem fogod bírni a fizikai strapát, a bejárást, hogyan fogod csinálni a vizsgai időszakot, hogyan fogod, tehát, és ez így mindig itt pörgött az agyamba, hogy annyi minden negatív dolog várhat rám, és ezek ilyen reális tények voltak, tehát nem ilyen légből kapott, hanem ezek sajnos tényleg ezekkel számolnom kell. És ott álltam, és közben meg a szívemben, meg a lelkemben meg az volt, hogy de nekem, én most itt,
itt vagyok, én most itthon vagyok, hogy itt nekem ez jó lesz. És közben így kattogott az agyam, a szívemben teljesen mást hallottam vissza, és kinyílódott az ajtó, dékán úr lépett be, és köszöntött, hogy Isten hozta. És abban a pillanatban, hogy ezt így kimondta, hát persze engem az Isten hozott, hát nekem itt a helyem, tehát hogy nem lehet ezt csak úgy újra átszabni ezt a helyzetet, és ez így is van azóta is, tehát hogy minden egyes nap, amit tehát így a teológián töltök, amit tanulásba töltök, úgy átsegít ezeken a nehézségeken. Ez a helyzet tényleg megtanította arra is, hogy milyen jó élni, milyen jó úgy élni, hogy élhetünk, hogy örök életünk van, és milyen jó így élnünk, hogy már mostban tudunk élni és élni úgy, hogy örülünk ennek.